Sziasztok, heti kutyások, sok szeretettel köszöntök mindenkit, majd nagyon érdekes interjúra készülök, amikor még kerestük, hogy milyen fajta kutyánk legyen néhány évvel ezelőtt, én kitöltöttem az amerikai Kennel Club weboldalán egy tesztet, és kidobott egy fekete, szőrmók, gomszemű, cuki kis kutyát, amit bevallom őszintén soha nem hallottam előtte. Most pillanatnyilag itt vagyunk a Siperke magyarországi fajta honosítójánál, Halász Ildikóval beszélgetünk. Segíts nekünk kérlek, hogy mit kell tudni a fajtáról, mi jellemző rá? Mondtad, hogy most ilyen furcsán tartsuk a kezünkbe ezt a kábelt, amire a mikrofon van kötve, ne hátul vezessem el a földön. Talán kezdjük innen, hogy ez miért fontos itt a fajta bemutatóra? Hát a Siperke nagyon aportos, és szeret hurcolászni mindenfélét. Tehát amikor ilyen izgatott és kiszalad, akkor általában viszi magával a rongyát, meg mindent. De furcsa kettős tulajdonságú kutya, mert bent a lakásban teljesen nyugodt, el van. Nem egy öleb, tehát ez bármennyire a méretéből adódóan látszik nagy öleb, látszik most is aktívan, ez egy 4,5 hónapos, nem nincs 4 hónapos kis kutya. És a lakásban el van, fekszik a gazdánál, nem az ölőben mellette, de éber, tehát minden, miha jön valaki, akkor azonnal jelez. Ezen kívül egy sportkutya, tehát bármilyen sportra alkalmas, de most is itt van a kertben simán nyugodtan a kutya, aki viszont szerintem a legtehetségesebb agility kutya a Magyarországon is, meg több helyen minibe, csak hát már én vagyok öreg ahhoz, hogy teljesítsünk is. De nagyon okosak, nagyon intelligensek és agility-re kifejezetten alkalmasak, de van, aki frisbizik, van, aki gombakereső kutya, van, aki obedience-ezik, tehát gyakorlatilag, ami a kis testéből adódóan nem hátrány, minden másban tud teljesíteni, még csibészelésben is. Tehát azt mondod, hogy amit látunk ilyen őrzővédő foglalkozásban, hogy jön a karral a segéd, ott beáll a Siperke. De tehát bármilyen, az ő standardjére az van leírva, hogy tárgyőrző, személy és tárgyőrző. Ami egy vicces egy 4 kilós kutyánál, mert ugye az ő mérete az 4-től 9 kilóig lehet Siperke valaki. Különben nem, tehát nem a magassága van korlátozva, hanem a súlya, de ennek ellenére komolyan gondolja a tárgy és házőrzést. Tehát, hogyha le van téve egy táska, és én itt ülök, hogyha valaki arra téved, akkor oda megy és neki megy. Védi a cuccunkat például. Akkor már menjünk végig a származásán. Ő egy belga juhász kutya. A belga juhász nekem, én úgy kezdődött az ő fajtájának a szeretete, hogy én amúgy is belga juhász tenyésztettem már előtte 15 évvel, amikor úgy döntöttem, hogy ott egybe van a klubkiállításon a Siperkével, és láttam, hogy ez egy milyen jópofa kis kutya, mert amúgy én sem hallottam volna róla, és akkor eldöntöttem, hogy majd a gyereknek veszünk akkor egy Siperkét, hogy ne legyen ilyen nagy belga juhász kutyája. Az sajnos nem jött be, mert a Siperke úgy döntött, hogy engem választott gazdának, akkor vetünk még egyet, aztán végül is a harmadik kiválasztott a fiamat gazdának, és ő vele országos agility bajnokságig el is jutott, egész volt vagy 13 éves, azt hiszem, tehát fiatalon, meg több nemzetközi versenyt nyert vele, és akkor rajtam maradt az eredeti Siperke. És akkor én csak Siperkének hívom úgy hivatalosan, ez Siperk. Vagy hát ahogy néztük, többféleképpen igen, is lehet. Igen, vagy a flamandoknál Skipper, vagy tehát sokféle neve van, Magyarországon a Siperke, ez maradt, bár nem így hívják, de jó ez így. És akkor rajtam maradt a első Siperke, mert engem választott gazdának, akkor vele kezdtem el dolgozni, agilitizni, utána megtartottunk utódokat, és aztán én úgy döntöttem, hogy én már biztos, hogy örökké lesz Siperkém. Egyrészt agilitire, voltunk többször magyar válogatottak, és a világbajnokságon, meg tehát országos csapat agility bajnokok, csak Siperkékkel, tehát sok-sok eredményt értünk el velük, és én nekem nagyon jó ez a fajta. Ahogy öregszem, annál praktikusabb, mert azért a belga juhász azért mégiscsak 30 kiló, és amikor az elsodor azért az nem annyira vicces, viszont ezek ugyanazt tudják, ugyanúgy teljesítenek, ugyanolyan okosak, ugyanúgy házat őriznek, csak kisebb helyet foglalnak el, és jobban kezelhetőek. Mármint méretre jobban kezelhetőleg, amúgy ugyanolyan kihívás a kiképzésük, mint a belga juhásznak, mert rettentően hasonlítanak rá. Aha, jellemben. Jellemben. Mondjuk kinézetre is kicsit a szőröshöz. Igen, hát csak a farkuk más, de elvileg egy kicsi nyitett gömlendőnek. Aha. Csak szerintem egy kis spiccet keverhettek bele, és azért van az, hogy a farka kunkori. De nem ismerik be. Oké, tehát akkor arra számíthatunk a mindennapokban, hogyha
ha lesz egy ilyen kutyánk, hogy tulajdonképpen egy belga juhászunk van, akivel dolgozni kell keményen. Hát igen, de mint látszik, most is itt ül az ölembe, de azért már nem itt van. Uh-huh. Tehát nem az, hogy elülök az ölbe, és akkor elvagyok, dolgozni szeret, tehát ő nem öleb, ez munkakutya, uh-huh. Ez egy juhászkutya. Úgy is van besorolva, ami kiállításon kicsit hátrány, mert ő a legkisebb juhászkutya, tehát általában, amikor fajta csoport összevetés van, akkor úgy le se néznek rá, mert ugye ott áll a német juhászok, belga juhászok, meg a többi között, de sportban ugyanazt a teljesítményt nyújtják, bármelyik sportban. Kinek ajánlanád jó szívvel ezt a fajtát? Hát ez érdekes, mert nagyon szeretnek öregek mellett is lenni. Tehát például az egyik csipetke a 92 éves anyukám mellett van, uh-huh. És ott az ölep funkciót, meg a őrző funkciót is betölti. De a gyerekek mellé kifejezetten ajánlott, tehát benne is van a standard, a gyerek mellé ajánlott, és szót fogad nekik. Tehát nagyon sok fiatal, kezdő gyerek egilitizik velük. Ezen kívül... bármilyen felnőttnek, aki sportkutyás, tartható kint a kertben is, csak ott az egy veszély van, hogy bármilyen kis résen kifér, uh-huh. Meg bármilyen magasba át tud ugrani. Tehát, hogyha ő akar, akkor át tud ugrani. A másik, amire kell vigyázni, hogy kiskorban, amielőtt még becsontosodik a csontja, mivel bátor a kutya, és szereti a magaslatokat, bárhonnan leugrik, tehát biztonságos kertnek kell lenni a felneveléséhez. De amúgy kertben is eltartható, csak hát azért mégis kis testű kutya, nálam úgy vannak tartva, hogy bármikor bejöhetnek a lakásba, de kisméretű lakásba is teljesen nyugalommal tarthatóak. Gondolom, ha a megfelelő aktivitást hozzuk neki. Tehát, hogy hát a gyermek, mellé is, menni, gyermek mellé is úgy javaslod, hogy egilitizzen vele, menjenek vele, kiránduljanak vele, dolgoztassák a fejét. De mondom, az anyám mellett pedig simán el van. Aha. Igaz, hogy amikor kijön, láthatod az előbb, hogy ilyen nagy nyolcasokat ír a kertbe, mert le kell vezetni az energiát. Mi a helyzet a szőrrel? Ugye fekete ruhán kevésbé látszik, ezt most tudjuk, de hogy azon kívül mennyire szőröz, ha ott benn van, mennyire nehéz kezelni, nyírni, fésülni, hát van-e valami ilyen feladvány? Én úgy választottam kutyát tudományos alapon, még a belga juhászt is, hogy ne kelljen vágni semmiét. Uh-huh. Ne kelljen elvinni kozmetikushoz, mert nekem volt spánielem, tehát már dolga van. Tehát, hogy ne kelljen trimmelni, semmit se kelljen vele foglalkozni, csak dolgozni maximum. Úgyhogy a csipelke ebből a szempontból egy teljesen egészséges fajta. Fésülni akkor kell, addig az egy hétig, amíg vedlik, mert akkor ömlik belőle a ször, és utána semmit se kell vele csinálni. Nem kell fürdetni, nem kell trimmelni. Olyan a ször felépítése, az előírás is, hogy lepereg lóra mindent. Úgy fénylik, csillog a napon, hogy ez se fürdetve, se fésülve, semmi. Öntisztuló. Nyilvánvaló, hogyha bemegy egy bogáncsosba, akkor azt ki kell szedni, de előbb-utóbb különben az is kijön. Tehát ő velük semmit se kell csinálni. Amikor vedlik egy évben kétszer, akkor viszont egy héten keresztül minden nap fésülni kell, mert csomóba jön ki belőle a szőr. Arra mi a magyarázat, hogy ennyire ritka? Tehát a fekete szín miatt nem választják? Nem. Vagy, na miért? Amiatt ritka, hogy szül egyet, kettőt, hármat. Aha. És elég nehezen fedeznek a kutyák, mert egy kicsit ilyen hebrencs típus, tehát meglátja a szukát, és nehéz összehozni a pároztatást. Nagyon sokszor van mesterséges megtermékenyítés, de nem azért, mert valami bajuk lenne, hanem azért, mert olyan vehemens a kam vagy a szuka, hogy egyszerűen nem érnek rá. Szerencsére Magyarországon sikerült most már egy-két olyan fedezőkant behozni, akinél azért már volt most utoljára 5 kiskutya. Tehát az már rekord. De hát ugye egy-két kiskutyánál az ember akkor nem tudja reprodukálni még, tehát nem tud szaporodni. Most ráadásul én hát lassan már közel 20 éve tenyésztem őket, és mivel nem volt egész Kelet-Európában, meg tőlünk keletre csiperke, ezért az első szukákat megvették külföldre. Magyarországon nem ismerték, és elkapkodták a kutyákat. Most már itthon is van kereslet, mert ismerik őket, tehát most már el lehet itthon is adni, de például most ez a kis kutya Mexikóba fog menni, akit láttunk, mert hogy annyira ritka, és Amerikában eléggé népszerű. Ezért most is kapkodják külföldre. És ezen kívül, aki megveszi, az is egyszerűbb, hogyha ivartalanítja, mert általában hobbi célra, vagy hogyha egilitire viszik, akkor pláne. Mondtad, hogy jó akár emeletes házba is. Mindig kérdés ugye ilyenkor az ugatás, meg a házőrzés. Most mi azt láttuk, hogyha történik a ház akkor körül valami, akkor megjelez, és teszi a dolgát. De amúgy nem. Aha.
Tehát van olyan, akinek három csiperkéje van panellakásban, és ott, hogyha például lépcsőházba elmennek, akkor nem, de ha valaki becsönget, akkor jelez. Na most ez megint más, hogyha itt vannak egy kertesházba, ahol van még rajtuk kívül 10 kutya, meg szemközt kutyák, tehát hogyha valaki elkezd ugatni ott, akkor ők is fognak jelezni. Alapvető különben, hogyha valakinek van egy csiperkéje, akkor két megoldás van, vagy soha többet nem lesz csiperkéje, vagy ötelat nem áll meg. De általában az, hogy vesznek még, tehát most is nekem a idén úgy vettek csiperkét, hogy volt már egy, és akkor na, akkor vegyük a másikat. Aha. Ez a jellemző. Kinek nem ajánlanád a fajtát? Tehát van-e olyan típus, családi helyzet, aktivitási szint, amikor azt mondod, hogy hát akinek, töltse ki újra a tesztet, hogy hát akinek semmilyen kutyát nem ajánlanak, aki nem ér el vele foglalkozni. Aha. Annak nem. Tehát, hogy mi is úgy vagyunk különben, hogy egész nap ők el vannak, és akkor este, ha hazajövök, akkor kimegyünk edzeni egylitire, és az nekik úgy elég. Meg aki nem bír türelmes lenni egy kutyával, és mondjuk azt hiszi, hogy erőszakkal lehet őket nevelni, annak nem ajánlanám. Ővelük nagyon intelligensek, nagyon okosak, meg kell értetni, és olyan, mint a belga juhász, hogy, amit egyszer mondott valaki, olyan, mint hogyha lenyelt volna egy rendőrjelvény, hogy ő nagyon jól akar csinálni mindent, és saját magát szabályozza, és lelkiismeret furdalása van, ha valamit elront. Tehát általában inkább pozitívan lehet őket nevelni, nyilván, hogy el kell mondani, hogy mi az, de hogyha tudja, hogy valami nem jó, akkor képes magát annyira stresszelni, hogy nem kell nekünk is még rátenni egy lapáttal. Uh-huh. Tehát magyarul ő nagyon meg akar felelni a gazdinak, és inkább pozitív tulajdonságokkal lehet. Tehát aki mondjuk egy kicsit úgy gondolja, hogy a frusztrációját a kutyán vezeti le, annak nem ajánlom. Tetszik a fajta, kivárom a soromat, és megérkezik hozzánk egy csiperke a házhoz. Hogy készüljünk föl, mit készítsünk elő szerintem? Hát az első az, hogy megakadályozzuk, hogy bármilyen résen ki tudjon bújni, mert például az anyukámnak ez a kutya, ez úgy került hozzánk vissza egy évesen, hogy a kiskutya úgy döntött, hogy a szomszéd pitbullal milyen jó lenne játszani, átmászott hozzá, és akkor az egy kicsit megrágcsálta, és akkor úgy forrt össze a csontja, hogy már sántít, és akkor így visszakerült hozzánk. De annak ellenére futkározik, meg semmi baja, de ugyanúgy átmászna a szomszédba játszani, hogyha arról lenne szó. Tehát, hogy ne tudjon kibújni, kimenni, addig, ameddig a megfelelő nagyságot eléri, tehát nincs félelem érzete, ez a baj. Erkénynél, hogy ki ne tudjon ugrani, lépcsőnél, hogy ne rohanjon. Tehát az első 4 hónapban azért figyelni kell rá, mint egy kisgyerekre. Étkeztetés. Előfordul még a csipertéknél, hogy 1-2 allergiás a csirketápra, de ez majdnem minden kutyánál előfordul. Tehát ott azért azt figyelni kell, de azért a többségnek nincsen semmi baja, és mindent megeszik. Amire még vigyázni kell, hogy egy falánk típus nagyon jó evő típus, tehát hogy például nem szabad egybe adni neki egy nagy darab marha hús, mert azt így egybe lenyeli, aztán majd megfullad. Tehát hogy az elején még arról is figyelni kell, hogy hajlamos túlenni magát, és mindent egybe lenyelni. Van-e valami fajtára jellemző betegség? Hát szerencsére eddig Magyarországon nem tudok ilyenről. Picike, az csak az nem, hogy kitöri a lábát. Gyere ide te! Mert mondjuk innen simán leugrik. Az, hogy leugranak magaslatról, az kiskorba figyelni kell, tehát hajlamosak arra, mert hogy ők bátrak, de nagyon. Arra is hajlamosak, hogy... Na, hogy neki megy bármi nagykutyának, ha úgy gondolja, hogy például nem berekszik 2, akkor oda megy és rendet rak, és nincs tudatában a méretére. Uh-huh. Tehát ezek ilyen életveszélyes szituk az elején, tehát ezt meg kell tanítani nekik. De amúgy ilyen örökletes betegsége egyelőre Magyarországon nincs. Igaz, hogy nagyon figyeltünk arra, amikor az első egyedeket behoztuk, tehát azért tudományos alapon próbáltam én kontrollálni ezt, mert... Hollandiában már előfordul az epilepszia, tehát volt már, hogy Belgiumból, a hazából hozzám jöttek tenyészszukáért, és úgy vitték vissza, mert nálam nincsen amerikai vonal benne, és ott azért belekevertek sok mindent, az amerikai spiccet, meg ilyesmit, és azért ott már előfordul epilepszia.